Közel 50 veterán autó és motor mutatkozott be Balatonszabadiban a hétvégén. Az esemény szervezője a Bogaras Baráti Kör, amely egy éve alakult a településen. A baráti társaságban közös, hogy mindannyian rendelkeznek legalább egy ilyen klasszikus darabbal, noha nem mindenki ezzel a típussal kezdte a gyűjtést. Ez a busz volt itt mögöttem a szerelme, rá 20 évig vártam, és ezt megpróbáltam átadni a családomra is egy kicsit, átragasztani, meg is történt. A 10 éves kislányomnak a hátad mögött lévő piros bogarat vettük 10 éves fordulójára, és hát megmondom, hogy mindenki hülyének nézett, hogy egy 10 éves gyereknek én bogarat veszek, de aztán mi is beleszerettünk. Megpróbáltam sok bogarat, és azt mondtam, hogy nekünk kell ez, és rózsaszín nem találtunk, mert az volt a minden vágy, piros lett. A veterán autó és motor tulajdonosok számára fontos, hogy az esetenként lerobbant vagy kiselejtezett darabokat ők maguk újíthassák fel. Nekem fontos az, hogy szerelhessem, hogy ha minden hétvégén alatta kell feküdnöm, nekem az se gond. Megcsinálom, mert annál nagyobb öröm nincs, amikor megcsinálod, jó, és mész, és csak lobog a hajad, tényleg, szó szerint teljesen jó. Akkor ez egyfajta ilyen szabadság életérzés? Ez így van. Be kell ülni, menni, és az embert magába ragadja. Itt nagyon sok olyan kollégám van, aki egyébként motorozik, és azt mondják, hogy a motorozás a szabadság világa, és vett egy bogarat, és azt mondta, hogy figyelj, ugyanaz, mint a motor, teljesen más. Az ő párja azt mondta, hogy ő soha nem fog beleülni, most már vezeti, most már szereti, most már megy vele. A hétvégén a hagyományos falunaphoz kapcsolódott plusz rendezvényként a veterán autó és motor találkozó. Tavaly évben már kipróbáltuk, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogyha egy kis újdonságot kapcsolunk hozzá a falunapi rendezvényünkhöz. Hagyományosan minden évben szeptember első szombatján tartjuk. Hála Istennek egyre nagyobb a látogatottsága a rendezvénynek. A tavaly évben sokkal-sokkal kevesebb veterán autó volt kint, de már akkor is csillogó szemmel jöttek az emberek és nézegették az autókat. Így most a szervezők meghirdették ezt egy kicsit szélesebb körben, és hát ahogy látjuk is, rengeteg autó, motor érkezett az oldtimerektől, az amerikai típusokon keresztül, a kétkerekűig, és rengeteg látogatót is vonz. A falunapon egésznapos kirakodó vásárra, a gyerekprogramokkal, főzőversennyel várták az érdeklődőket, míg a veterán autók és motorok közül megválasztották a legszebbet is.